Reméljük nem süppednek bele a székükbe az LKB döntéshozói a mai napon, hiszen a hét leginkább várt eseménye délután folyamán érkezik, és az előzetes prognózisok alapján az elemzők a jelenlegi 25 bázispontos kamatszintet 10 bázispontra csökkentenék, valamint a jelenlegi 0,1%-os betéti rátát hasonló mértékben csak mínuszban szeretnék látni. Ennek kapcsán pedig felerősödtek azok a várakozások, mely szerint a piacot elég szépen megmasszírozhatják. Persze nem szabad elfelejtenünk azt a tényt sem, hogy a korábban már belobogtatott eszközvásárlási programok, esetleges LTR-ok vagy egyéb monetáris politikai intézkedések elmaradása esetén valószínűleg a piac kiábrándul, hiszen láthattuk, hogy immáron a szavak nem sokat érnek, tetteket szeretne kikényszeríteni a piac. Úgy gondoljuk, hogy az LKB minden bizonnyal lépni fog, azonban kérdéses, hogy a piac által várt tényezőkből, illetve lépésekből mennyit fog megvalósítani, ezért úgy gondoljuk, hogy inkább arra kell számítani, hogy a piacok kiábrándulnak, és korrekciós fázis kezdődik az új historikus tetőkről, vagy annak közeléből az indexekben. Az euró-dollár árfolyamában pedig a jelenlegi 1,36-os szinttől nem igazán tudtunk elszakadni lefelé, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy itt is inkább visszapattanásra kell számítani, és az 1,37-es szintekkel kokettálhat majd a kurzus.